sokatról beszélek, de nőkről is beszélek, nagyon sokat. És az fontosságot az nekem, te például így nézel rá. Érted? Ahogy nézel, akkor én lefeged, már expektem, hogy nem is fordulok. Ez már nem szabad a szinten, de van olyan, hogy talán állunk, hogy bassza, ma nem találsz rám úgy, mert például az alkot nem érde csak semmi. Tehát azt nem mondtad, hogy szint játsza, hogy ez szint, hogy hát, hogy ebben kimegyek így, mert ilyen is van, hogyha mondjuk színpadon vagyok, de valami valami rossz ér, én nem engedem magam, hogy Jézus azt játszom, hogy én nekem jó kedvem van. Én az a jó kedvem van attól, hogy például meghívták a szintet. Na. És ki tudod zárni, mint a kultúrának már? Tehát azt, amiről beszéltünk, hogy volt, amikor biztonságos volt a lép, mondjuk a Família Kft. Az egy kenyelt állapot volt, amiért a színházat is ott hagyta. Igen. És a nemzetét, amiről azt lehetett hinni, hogy akár lehet 30 éven át az a sorozat. Aztán egyszer csak vége. Tehát, hogy a biztonsághoz képest újra kellett tanulnod a bizonytalanban is létezni. Igen, nem esik túl. Nem szeretem. Kinek megy föl, nem a vérnél végni, másunk is fölmegy, de hogy az állat menek, a belalakban, és hogy mi van a színában, amikor nem érdekel, aki szeret, nem mondja el. Ez ugyanolyan, mint a betegség. Betegség, tehát voltam beteg, kórházban, nem nekem tessék, mert mondom,